Dr. Csernus Imre pszichiáta, a legkülönböző problémákban fordulnak hozzá a paciensek segítségért. De ki is az a Dr. Csernus? Vajon Dr. Csernus tudja, hogy a Dr. Csernus kicsoda? Havas Henrik újságíró. Nős, két gyermek apja, mániákus könyvkiadásban szenved. Néha többnek képzeli magát, mint aki. És lehet, hogy ez is. Havas Henrik nem tudja, hogy paciens, ő azt hiszi, hogy riporter. Ezt már többször képzelte így. Vajon kigyógyítható ebből Havas Henrik? Jó napot, de úgy könnyebb, szervusz. Megengedem, hogy tegezzelek. Lehet, hogy neked könnyebb, ha magázlak. Szívesen választja a könnyebbnek látszó megoldásokat? Nincs olyan nagy baj, mint gondoltam. Gyenge embernek tartja magát? Nem vagyok gyenge ember, de most szívesebben hallanék rólad. Éreztem, hogy nagy a baj. Ugyan már kicsi, Doki. Itt kettőnk közül nem nekem van problémám. Én tudom, hogy miért keresett meg. Érdekelnének a problémái. Én is tudom, hogy miért vagyok itt. Én tökéletes vagyok. Azt hiszem, jobb, ha én is tegezlek. Te pökhendi vagy. Add hozzád valamit a pökhendiség? Ez jó, kezdesz megnyílni. Én nem pökhendi vagyok, egyszerűen jobb vagyok, mint bárki. Jó úton haladunk. Honnan van ez a komplexusod? Az annak a jól, amikor valaki valamit el akar felejteni. Mit akarsz elfelejteni? Én ha el akarnék felejteni valamit, akkor sem tudnám elfelejteni. Én ennek a tulajdonságomnak köszönhetem, hogy a pályám csúcsán vagyok. Milyen pályán? Milyen csúcsán? Annyi minden voltál már. Nem lehet, hogy azért, mert sehol nem kellettél, igazán? Ez egy nagyon jó kérdés. Lehet, hogy ez lesz a címe. Ha sehol sem kell lesz igazán. Köszönöm, kicsi doktor. Ez egy kurva jó cím. Ismert komplexus. A gombhoz keresed a kabátot. De te valójában menekülsz a problémák elől. Ez se rossz, kicsi pszichi. Szemtelen vagy és nagyképű. Intézeti típus. Van valami tapasztalatod a nevelőintézetekről? Anyádékkal jól kijöttél? Megengedtem nekik, hogy felneveljenek. Akkor ki a felelős azért, hogy ilyen lettél? Én. Szüleim akarat elejénél csak az enyém volt nagyobb, így aztán jobb téma is kevés van nálam. Nem véletlenül voltam olyan sokat a baginacsánál is. Ja, hogyan éled meg, hogy Havas Henrik vagy? Jó kérdés, kicsi diplomás. Ezt beleírom. Vagy beleíratom. Neked van becsületed? Amennyi kell. Oly sok minden voltam már. Becsületes is. Köptál könyvet a pornóról, meg a k***ákról is. Nem lehet, hogy komplexusod van? Ha csak így mersz közeledni a nőkhöz? Egy civilben rá sem ezt nézni egy csajra? Ez egy baromság. Most a pszichiáterekről írok könyvet, ezért vagyok itt. Na látod, ha nem írnál könyvet, el sem mertél volna jönni hozzám. Pedig rám vagy szorulva. Te tele vagy kisebbségi komplexusokkal. Nem tudom, érted, a könyvemben benne vagy. Azt mondasz, amit akarsz, de engem ez egyáltalán nem érdekel. Jobban tennéd, ha azt mondanád, amit én már amúgy is megírtam rólad. Érted, kicsi agyturkász? Látod? Agresszív vagy. A feleségedet is vered? Nekem ilyesmire nincs időm. Rád is csak annyi, amennyi a könyvemhez kell. De tanácsért jöttél hozzám, viszont egy... Ló, f***! Már ne haladj úgy! Nézd, Harry, de a tanács nem elég. Ezt kint megoldani nem lehet. Tehát segítségre van szükséged. Intézményesen. Elmész a p***ába! Nyugodj meg. Talán tudok segíteni. Megsértődsz, ez nem vezet sehová.
Őszinte vagyok hozzád. Ezt a hülye maszlagot tudod kiveretesd meg? A gyerekeiddel! Tudod, hogy gyereket kezelek, akiknek a szülei olyanok, mint te vagy? Na jó, mindenek van határ, elegem van belőled! Jó volt, Imre. Ezt a 400 óra lesz a könyvben. Köszi. Ügyes vagy. Örültem. Ez egy sallatán. Azt hitte, tud nekem újat mondani. Én is voltam pszichiáter. Az igazság sokszor fáj. Havas nem vállalta be. És ön? Bevállalja? Igen? Vagy nem? No, én szeretem a tréfát, de azért mindennek van határa.